Köszöntöm nézőinket! Az adventi időszakban változatos programok várják Sopron belvárosában a művészet, a vadászat és a gasztronómia kedvelőit. A Soproni Egyetemhez tartozó Eszterházi Palota Erdészeti Múzeum kiállítással, könyvbemutatóval, forradbor versennyel és egy különleges tombolával is készül az ünnepvárás időszakára. Mindenről beszélgetek stúdió vendégemmel, Tóth Kázmér igazgatóról. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is mindenkit köszöntök. Mindenek előtt ejtsünk arról szót, hogy nemrégiben nyílt egy fantasztikus kiállítás az Erdészeti Múzeumban, ami a múzeum millióéhez remekül illik, és azt hiszem, hogy kihagyhatatlan élményt kíván a látogatóknak. Igen, ez egy olyan fantasztikus lehetőség most, hogy a Kőhalmi Tamásnak a életének a munkáit, talán így lehet mondani egy ilyen összefoglalóval, amit eddig ő festett, vagy ahonnét elindult és ahova elérkezett, ezek a festmények vannak, és ehhez még kapcsolódott egy előzetes kiállítás megnyitónk az Illusztrátorok Illusztis Társaságának a képei. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most több mint 100 festmény nézhető meg a múzeumban. Ezek a képek alapvetően természethez közeli, a természethez kötődő, nem csak vadászati téma, hanem természeti témákról szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a mostani ünnepre készülődő időszakban is egy ilyen nagyon jó felemelő érzést adó kiállítás. Tényleg illik az adventi készülődés hangulatához, mert ugye ilyenkor nagyon-nagyon zizeg az ember, rengeteg tennivalója van, és néha jó befele figyelni, mert hogy ez lenne az advent üzenete. Hamarosan egy izgalmas könyvbemutatónak is otthont ad a múzeum, méghozzá a 12 holtölte című kötet bemutatójáról van szó, december 4-én hétfőn, tehát itt van már mindjárt a kapuban 18 órakor. Igen, ez azért nagyon különleges, és ez is, tehát úgy próbáltuk fölépíteni most a kiállításhoz kapcsolódó programokat, hogy valamilyen módon vagy a természethez, vagy a vadászathoz, vagy Kőhalmi Tamáshoz, vagy mindegyik témához kapcsolódó. Ez a könyvbemutató, ez mindegyik témához kapcsolódik, hiszen a Kőhalmi Tamásnak az édesapjának a könyve lesz újólag kiadva. Ennek az a másik különlegesség, hogy ennek az illusztrációit mind a fia, tehát a Tamás, akinek a kiállítása most megnyílt, ő készítette az összes illusztrációt. Ez azt jelenti, hogy egy tényleg különleges, egy nagy formátumú ember könyve, aki a Soproni Egyetemnek egy meghatározó embere volt a vadászati oktatással kapcsolatosan, és ehhez kapcsolódik majd a könyvbemutató, egy nagyon izgalmas beszélgetés, a Nimród főszerkesztője fogja ezt a beszélgetést instruálni, és én azt gondolom, hogy minden szempontból nagyon izgalmas lesz ez a december 4-i könyvbemutató. És lehetőséget nyújt arra, hogy közben gyönyörködjünk a festményekben. Alig telik el két napra, december 6-án szerdán Wagner Kálmán agancsfaragó mester érkezik a múzeumba 15 órakor. Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik ez az agancsfaragó mester, olyannyira, hogy szerintem sokan nem is tudtunk róla, hogy van egy ilyen művészeti ág. Hát igen, ez egy ilyen, tényleg egy különleges emberről beszélünk, és különleges faragványokat készít, és ezt ott el fogja készíteni. Tehát, hogy gyakorlatilag akik eljönnek, akkor nem csak a munkáit tudják megnézni, megtekinteni, hanem az, hogy készül ez a faragás. Tehát ez is egy nagyon-nagyon jó kis kapcsolódó téma, meg majd a felvezető, majd az esti rendezvényhez. Így van, mert hogy aki odaérkezik az Erdészeti Múzeumba 15 órakor, jó, hogyha visz magával egy kis ennivalót, innivalót, útravalót, mert kár lenne onnan elmenni az agancs bemutató után, hiszen 18 órakor, este 6 órakor professzor dr. Jánoska Ferenc intézet igazgató tart előadást. Milyen témakörben, mire számíthatnak a nézők? A vadászati irodalommal kapcsolatos lesz az előadás. Itt fogja érinteni a nagyokat, tehát Kittenbergeltől Széchenyiig, és az ezzel kapcsolatos összes olyan érdekességet, különlegességet, ami talán föl tudja kelteni újra azt az érdeklődést, hogy a vadászíróknak a könyveit nem csak vadászembereknek, hanem akik nem
művelik a vadászatot, de meg akarják ismerni annak a hátterét, hogy miért érdemes olvasni, és miért érdemes ezeket a különleges történeteket kézbe venni. Egyre inkább megyünk be az adventi időszakba, hogy a telik-múlik az eladások közötti idő. Felemelő lesz minden bizonnyal a december 15-i pénteki 18 órakor kezdődő program, hiszen itt Sopronban nagyon sokan ismerik és tisztelik Hegedűs Attila evangélikus lelkészt, és ő tart egy izgalmas eladást, méghozzá a karácsony misztériumáról. Hát igen, úgy gondoltuk, hogy amikor már nagyon-nagyon közelítünk a karácsonyhoz, akkor ebbe a hogy mondjam, tényleg ilyen megszépülni való időszakba, hogy mindenki egy kicsit jól is tudja érezni magát, és ennek a misztériumáról biztos, hogy van egy, hogy mondjam, sok ember, aki nem tud mindent, vagy nem érti az összes ehhez kapcsolódó dolgot, és szerintem egy nagyon-nagyon jó előadás lesz, és utána meg hát az összes többi rendezvénye kapcsolódóan is vendégül látnánk a rendezvényen résztvevő vendégeinket, mert mindegyik programhoz fog kapcsolódni egy muslinca borverseny. Ezt Muslinca Open néven meghirdettük az első muslinca forralt borversenyt, ami azt jelenti, hogy most egyenlő 5 versenyzőnk van, 5-en jelentkeztek erre a borversenyre, és az a minden egyes rendezvényen, akik eljönnek, meg tudják kóstolni ingyenesen ezeket a forralt borokat, és utána értékelni, tehát szavazni kell a borokra. Anonim a bor, tehát nem tudjuk, senki nem tudja. Nem tudjuk, hogy melyiket kóstoljuk, csak ki lesz rakva 5 különböző. Az 5 rendezvényen 5, és akkor mindenhol ugyanaz a szavazólap van, tehát ott van egy szerintem nagyon frappánsan megfogalmazott kis kitöltendő, eldöntendő értékelés, és akkor ezeken az értékelések alapján hirdetjük majd ki a győztest. És akkor ez a 15-i nap, ez ugye a karácsony misztériumáról szól, ennek a borversenynek az értékeléséről szól, illetve lesz egy tombolánk nekünk, ami azt jelenti, hogy akik ezekre a kísérő rendezvényekre eljönnek, ezek a rendezvények mind ingyenesek, tehát ingyenesen látogathatók, tehát a festménykiállítást is meg tudják tekinteni, nem csak a rendezvényen való részvétel van ingyenesen, viszont akik vesznek támogatójegyet, ez 800 forintos összegbe, akkor akik 4 ilyen jegyet összegyűjtenek, és leadják ezen a 15-i rendezvényen, ott mindjárt ki fogjuk sorsolni 5 kőhalmi festményt, ami egyenként is egy komoly értéket képvisel, így, hogy 5 kőhalmi festményt tudunk kisorsolni, szerintem egy karácsony előtti karácsonyi ajándéknak is egészen fantasztikusnak tűnik. Tehát, hogy valakire rákacsincson a szerencse, és egy csodaszép karácsonyi ajándékot kapjon a fája alá, ahhoz tulajdonképpen nincs is más dolga, mint hogy felkeresse ezeket a programokat, rendezvényeket, összegyűjti ezt a bizonyos 4 nyomtatott kis cédulát, amit aztán bedob, gondolom én, a kis ládába, és akkor esélye van a fődíjakra. Igen, igen. Tehát, hogy amikor a 15-én, amikor az utolsó jegyet meg tudja venni, akkor ezt összetűzzük, ráírjuk a nevét, és akkor ennek a rendezvénynek a végén, vagy hát nyilván az előadás után ezt a sorsolást megejtjük, és akkor meg is nyerheti, el is viheti azonnal a festményt. Mindez egyébként Kőhalmi Tamás nagyvonalú felajánlásának köszönhető? Ez a Kőhalmi Tamás nagyvonalú felajánlása, illetve nyilvánvaló, hogy valamelyes nyilván a múzeum is ebben részt vesz. Nagyon-nagyon aktív a múzeum. Várható esetleg 2024-ben is, hogy megmarad ez a fajta nyitás, még jobbani nyitás a közönség felé, a soproniak felé? Mert hogy ez most már a kiállító téren túlmutató programsorozat, tehát ez azt jelenti, hogy élményekkel tölti meg a múzeum falait a múzeum ezek után. Hát nagyon szeretnénk, tehát a múzeum idáig is
a műzom pedagógiai előadások tekintetében óvodásoknak, iskolásoknak azért nagyon jó kis tere volt. Ugye nyáron volt egy nagy kísérletünk a színházzal, a Múzeum udvarban színházat csináltunk, és 6 előadás volt, teljes teltházzal, óriási siker volt, úgyhogy nyilván ez is ad egy kis erőt nekünk. És ez a mostani kiállításhoz kapcsolódó rendezvénysorozat és maga a kiállítás is, hála Istennek, hogy a kiállításon is közel 100 ember volt csak a megnyitón. Tehát egészen elképesztően jó érzés az, hogy meg tudunk szólítani nem csak egyetemi embereket, hanem a Sopron városának, Sopron polgárainak is föl tudjuk kelteni az érdeklődését. Úgyhogy igen, szeretnénk egy ilyen pezsgő múzeum életet. Segítsünk most a nézőknek, akik esetleg nem tollal és papírral a kezükben nézték ezt a beszélgetést, és elmennének a programokra. Hogyan tudnak tájékozódni, milyen utómódon arról, hogy melyik előadás pontosan, melyik nap, és hány órakor kezdődik? Hát ugye az Erdészeti Múzeumra, hogyha rákattintanak az Erdészeti Múzeumot, hogyha beírják Eszterházy Palota Erdészeti Múzeum, akkor az interneten meg tudják ezt tekinteni. Ezután lesznek előadások, ugye az a december 4-e, december 6-a, december 15-e. Ha december 4-ét megjegyzi valaki, a 6-a Mikulás napja, az akkor könnyű, és ugye a 15-e, de természetesen a Facebook oldalunkon, tehát az Erdészeti Múzeumnak van Facebook oldala is, van az egyetemi oldalon belül van honlapunk is, ott tudnak tájékozódni. És ha esetleg gondolom, valaki nem annyira kompatibilis az interneten, az akár személyesen is felkeresheti a múzeumot információért, vagy akár egy telefonnal is ezt így meg van, lehet tenni. Így van, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. A későbbiekben is, tehát nem csak most ebben az aktuális időszakban, mert a kiállítás az még jövő évben is fog működni, tehát még egy 3 hónapig biztos, hogy meg szeretnénk ezt mutatni. Utána is készülünk egy izgalmas kiállítással, tehát most szeretnénk tényleg olyan pezsgővé tenni és érdekessé tenni itt a múzeum életet. Tóth Kázmér igazgató úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, Mozaik címadásunkat látták. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!